Kezdetét vette a térségi települések legnagyobb seregszemléje, a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást idén is hagyományosan a Hírös Hét Fesztiválon rendezték meg. Vendégem pedig Hamzáné lakó Judit, az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület titkára. Üdvözlöm. Kezdjük azzal, hogy nagy múltra tekint vissza a kiállítás, hiszen idén 24 éves az esemény. Így van. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesületnek nagyon fontos ez a rendezvény. Ilyenkor mutatkozik be a legtöbb településünk egy helyen, és bemutatjuk a hagyományainkat, a kertészeti és élelmiszeripari kultúránkat, kézműves mestereinket, különböző kiállításokkal készülünk, kóstolókkal, helyi termékkóstolókkal és kézműves bemutatkozásokkal. Igen, rendkívül színes a programpaletta a kiállításon belül, de ha jól tudom, akkor valamilyen zsűrizésről is itt szó van, tehát itt azért egy megmérettetésre is sor kerül. Igen, ez is egy fontos eleme annak, hogy a települések a portékáiknak a legjavát hozzák, és mezőgazdasági és élelmiszeripari szempontból egy komoly szakmai zsűri vizsgálja meg ezeket a kiállításokat, és nívós díjakat adnak az Agrárkamara, az Vidékfejlesztési Államtitkárság, többek között a Fogyasztóvédelmi Hatóság, Kormányhivatal, Kecskemét város nagy díját is el lehet nyerni, tehát egy komoly verseny folyik a települések között. Kecskemét térségéről beszélünk, hány település mutatkozik be? 14 település mutatkozik be most ebben az évben. Ez nagy örömünk számunkra, hiszen az elmúlt évben sajnos nem volt erre lehetőségünk. Egészen a Tiszakécskétől Lajos Mizséig sok-sok településről van szó. Hamzáné lakó Juditnak köszönöm szépen. Ma tehát kedden Fülöp, Jakab, Kumbaracs és Kunszállás települések mutatkoztak be. Vendégem pedig Almási Roland, Kunszállás polgármestere. Jó napot kívánok! Mivel érkeztek a kiállításra? Nagyon nagy tisztelettel köszöntök és szeretettel köszöntöm mindenkit Kunszállás nevében. Hát elsősorban a Kunszállásra jellemző termékeket igyekeztünk elhozni. Ez alatt elsősorban malomipari, pékipari, illetve borászati termékeket hoztunk. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy az ország egyik legnagyobb gabonamalma, a Júlia Malom nálunk üzemel. Büszkék vagyunk a PNP pékipari Kft-re, amely elsősorban pékipari, tehát sütőipari termékeket készít, és van egy nagyon klassz borászatunk, a Poják borászat, akinek szintén a dínyeltes borait hoztuk el a mai kiállításra. Illetve ezen kívül még egy bio zöldség termesztőnek a termékei is megtalálhatók a standunkon. Nagyon sok színes termékkel érkeztek ide a kiállításra. Miért tartják fontosnak az ilyen és hasonló rendezvényeket, mint például ez a kecskeméti? Nagyon-nagyon jó lehetőség ez a településünknek, hogy be tudjon mutatkozni szélesebb közönség előtt is. Egy kis település lévén nagyon büszkék vagyunk, hogy a mellettéhez képest nagyon komoly vállalkozások üzemelnek nálunk, és ezt nagyon-nagyon büszkén mutatjuk meg országvilág előtt. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. Polgármester úrnak én is nagyon szépen köszönöm az interjút. Tehát aki meg szeretné ismerni térségünk 14 településének történelmét, hagyományait, az mindenféleképpen jöjjön el ide Kecskemét főterére. A kiállítók egészen augusztus 29-ig várják a vendégeket.